Ahogy azt tudjátok is, ugye tudjátok, hogy mi a sorozatunknak a témája. 1 Korintus 13, a szeretet himnusza, és azt ígértem, hogy minden egyes alkalommal, amikor itt vagyok, ezt a kérdést vesszük elő, mégpedig azért, mert Pál apostol rendkívül fontosnak tartotta ezt a témát. Emlékeztek, ugye beszéltünk erről, hogy a szeretet mindennél fontosabb, de nem az a fontosabb mindennél, hogy a szeretetről beszéljünk, hanem az a legfontosabb, hogy megtanuljunk jól szeretni, helyesen szeretni a gyakorlatban. És több alkalmat is néztünk már, több dolgot is megtanultunk a szeretettel kapcsolatosan. Beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy a szeretet hosszú tűrő, és így jutunk el a mostani témánkhoz, amikor arról beszélünk, hogy Pál apostol a 4. versben azt mondja, hogy a szeretet kegyes. Van egy történetem, igaz, ez gyerekeknek szántam, de majd továbbadjátok a gyerekeknek, vagy ha akarjátok, majd elmondom nekik is még egyszer. De annyira fontos tanulsága van ennek a történetnek, hogy ezzel szeretném kezdeni. A történet az úgy kezdődik, mint egy mese, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy óriás. És ez az óriás, ez egy különleges óriás volt, minden más óriásnál nagyobb volt a földön. És éppen ezért az óriások között lehetett volna ő a király. De mégsem volt az óriások királya azért, mert nem csak az emberektől különbözött, és nem csak abban különbözött az óriásoktól, hogy nagyobb volt, mint a többi, hanem abban is, hogy ennek az óriásnak volt egy hatalmas nagy szíve. Ha elolvassátok a meséket, a mesékben legtöbbször az óriások gonoszok, és így is igaz. Az óriások elveszik, mivel erősek, a gyengéktől azt, ami az övék. Az óriások azok szeretnek rombolni, szeretnek pusztítani, de a mi hatalmas óriásunk, aki mindegyik óriásnál nagyobb volt, és mindenkinél nagyobb szíve volt, az nem ilyen volt. Mivel volt egy nagy szíve, ezért szeretett mindenkit a földön, és onnan is tudjuk, amilyen dolgokat ő tett. Egy alkalommal például, amikor sétált az erdőben, észrevett egy kis madárkát a földön. Ez a kis madárka kiesett a fészkéből, ott csiripelt, kétségbe esetten. Az óriás fölemelte, odaszorította egy picit a szívéhez, majd visszatette a fészekbe. És az a kis madárka megnyugodott, és várta haza a szüleit. Az óriás pedig elindult, ment tovább, és a kis madár egy kicsit furcsán nézte ezt a hatalmas óriást, mert úgy látta, minthogyha az óriás most már egy kicsit kisebb lenne, de lehet, hogy csak azért, mert már távolodott az óriás. Aztán az erdő közepén találkozott egy őzikével. Tudjátok, hogy az őzek nagyon kecsesek, vékonyak a lábaik, hát ez az őzgid a sántított, megütötte a lábát, nem is tudott oda menni. És amikor megriadta az óriástól, akkor csak 3 rábon próbált előle menekülni. De a mi óriásunk észrevette ezt az őzgidát, elkapta, kicsit odaszorította a hatalmas szívéhez, és az őzgida lába csodák csodájára meggyógyult. Az óriás letette ezt az őzgidát a földre, elindult tovább, és az őzgida is, ahogy nézte, egy kicsit furcsált, hogy mintha az óriás egy kicsit kisebb lenne, mint azelőtt, hogy találkozott vele, de lehet, hogy csak azért, mert távolodott. Végül eljutott az óriás a erdőnek a széléhez, de ez egy különleges erdő volt, a széle elég bokros volt, sűrű, szövésű, mint ahogy a kis növésű bokrok olyanok is szoktak lenni, és még belül volt egy gyerek, aki sírt, mert nem talált ki az erdőből, és azt hitte, hogy nagyon-nagyon beletévedt a rengetegbe, pedig lehet, hogy csak pár métert kellett volna neki menni, és már kiért volna. Az óriás megfogta ennek a gyermeknek a kezét, kivezette az erdőből, és elvitte egészen haza, letette a templom mellé a faluban, és a kisgyerek nagyon-nagyon hálás volt, hogy hazatalált, és látta még az óriást, ahogy visszaint a távolból, és egy kicsit gondolkodott rajta, hogy tényleg ez az óriás egy kicsit összement, vagy csak azért kisebb, mert már távolabb van. És lehetne sorolni ezt a történetet végtestelen végig, de tudjátok, hogy mi a lényeg, hogy ahányszor ez az óriás jót tesz, annál kisebb és kisebb lesz. És legvégül egyszer az egyik jótette után az emberek csodálkozva ránéztek, és valaki megjegyezte. Ha, ez az óriás, ez teljesen olyan, mint egy ember. Egy nagyon aranyos történet. Én nagyon szeretem a gyerek történeteket és az ilyen meséket.
nagyon szépen elmondja nekünk, hogy mit jelent jónak lenni. Elmondja nekünk azt, hogy amikor valami jót teszünk, akkor mindig magunkból adunk. A szeretetünkből, az időnkből, a vagyonunkból, azt osszuk meg mással, aki rászorul, ami a miénk, igaz? Ezért egy kicsit úgy tűnik, mintha kevesebbek lennénk. De a mi világunkban egy nagyon nagy érték az, hogyha valakire azt mondják, hogy igen, ez egy ember. Úgy csupa nagybetűvel, tudjátok. És a Biblia is beszél valakiről, akiről le lehet írni ezt csupa nagybetűvel, hogy ő igazi ember volt. Mert emberséges volt, mert szeretett mindenkit, mert mindent megosztott, amit az övé. Igaz? Lemondott a hatalmáról, az óriás mi voltáról, érettünk. És ez nem más volt, mint maga Jézus Krisztus. Hát eddig szól a bevezető történet. És valóban, higgyétek el, a kegyességről szól ez, a jóságosságról. Azért mondom a kegyesség mellett a jóságosságot is, két oka van. Az egyik az, hogy az új fordításban, ha megnézitek, míg Károli a kegyességet használja, addig az új fordítás a jóságost használja. Tehát, hogyha ott elolvassátok az 1 Korintus 13-at, akkor nem azt látjátok, hogy a szeretet kegyes, hanem a szeretet jóságos. Ugye ez a jelző állott. És ezzel nem kell csodálkozni, főleg akkor, hogyha a Szigeti testvér valaha tanított benneteket, az feleségemet még tanította annak idején a speciálison, ami a 88 időszakában volt, tehát a 80-as években itt Magyarországon. Engem a teológián tanított, és már akkor feltettük neki a kérdést, hogy Szigeti testvér, mi a kegyesség? És ő adott nekünk egy nagyon jó meghatározást, lehet, hogy ismeritek ezt, ezért mondtam el ezt a történetet hozzá, hogy a kegyesség az a minden jóra való készség. Hallottátok már ezt a meghatározást, hogy a kegyesség minden jóra való készség. Ez azért fontos, mert általában, amikor arról hallunk, hogy valaki kegyes, akkor mi, magyar emberek úgy gondolkodunk, hogy kegyes az, aki kegyeskedik megtenni valamit. Igaz? Ismeritek ezt a kifejezést, hogy kegyeskedik, hogy na úgy nagy kegyesen mégis ráállt a dologra, igaz, mert ő valahol ott van fönt, olyan elérhetetlen, olyan távoli, annyira szent, annyira tökéletes, de azért mégis volt olyan jó, és azért mégis egy kicsit odahajolt hozzánk. És valahol ez a fajta gondolkodás a kegyességről nem igazi, nem valós. A Biblia ugyanis nem így gondolkodik arról, hogy mit jelent kegyesnek lenni. Látni fogjátok ma, a mai napon, a mai délután, hogy kegyesnek lenni azt jelenti, hogy én jó vagyok a másik emberhez. Oda fordulok azokhoz az emberekhez, akiknek szüksége van a jóságomra. Kegyesnek lenni azt jelenti, hogy áldozatot hozok a másik emberért. Még szintén most itt a bevezetőben hagyd mondjak valamit, a kegyességgel kapcsolatosan. Nagyon érdekes ez a szó. Mert hogyha megnézitek a kegyesség szót a Szentírásban, az eredeti görögben, akkor azt látjátok, hogy ez a szó egyetlen egyszer fordul elő. Habár az Ószövetséget is lefordították görögre, ugye ez a Septuaginta fordítás, és azért ott is ki tudjuk keresni azt a szót, amit ide Pál apostol leír, de nem találjuk sehol. Vannak olyan szavak a Szentírásban, amelyek csak egyetlen egyszer fordulnak elő. És én nagyon kíváncsi voltam, hogy a szeretetről, amit olyan egyszerűen el lehet mondani, igaz? Úgy a legtöbb szavunk, minden, ami a szeretettel kapcsolatos, olyan, ahol mit máshol is használunk. Miért használ Pál apostol egy olyan szót, ami sehol máshol nem szerepel? Se az Ószövetségben, se az Új Testamentumban, se más irodalmi nyelvben. És fölhívtam az egyik barátomat, aki ebből írja a doktori disszertációját, azokból a szavakból, amelyek egyszer fordulnak elő a Szentírásban, hogy megmondja nekem, hogy miért van ez így. És azt mondta nekem, hogy Pál apostol olyan volt, mint egy nyelvújító. Emlékeztek Kazinczy Ferencre? Ismerős Kazinczy Ferencnek a neve? Kazinczy Ferenc volt az, aki megújította a magyar nyelvet. Ma azért beszélünk ilyen egyszerűen,
és elég jól magyarul, mert ő azokat a régi kifejezéseket, amikről már az emberek nem is tudják, hogy micsoda, sőt, az új kifejezések is, amelyek az angolból vagy más idegen nyelvekből jöttek, és ezért a magyar semmilyen jelentést nem rakott rá, vagy nem ismert, kitaláltak szavakat, vagy egyszerűsítettek le mondatokat és kifejezéseket, és így született meg az a mai magyar nyelv, amit mi használunk. És azt mondta ez a testvérünk, hogy Pál apostol ilyen nyelvújító volt a maga idejében. Ugyanis az Új Testamentumban nagyon sok olyan páli kifejezés van, ami csak egyszer található a Szentírásban. És érdekes dolog, főleg akkor, ha elmondom nektek ennek a szónak az eredeti változatát, hogy vajon Pál apostol mit akart ezzel mondani. Az eredeti szó, amit mi kegyességnek vagy jóságosságnak fordítunk, ez a kreisteuō etai. És hogyha halljátok, ugye, hogy kreisteuō, akkor ebben benne van a krisz szó, amiből származik a Krisztus szó is. És az Atyafi azt mondta, hogy Pál apostol azt akarta nekünk ezzel elmondani, azt akarta ezzel a szóval üzenni, hogy a szeretet nem csak úgy egyszerűen kegyes. A szeretet nem csak egyszerűen jóságos, nem úgy kegyes és nem úgy jóságos, mint amilyen kegyesek vagy jóságosak vagyunk mi egymáshoz. Hanem a szeretet az olyan kegyes és olyan jóságos hozzánk, mint amilyen kegyes hozzánk és mint amilyen jó hozzánk Krisztus. De azért természetesen én megvizsgáltam a Szentírásban azokat a részeket, és nagyon érdekes történeteket találtam, amelyek arról szólnak, hogy mit jelent kegyesnek, vagy mit jelent jóságosnak lenni. Az egyik ilyen történet már rögtön a Biblia elején van, annak is örülök, hogy több történet családról szól, és ez is már egy családról szól, mégpedig Ábrahámról és Sáráról. Én tudjátok, hogy ki volt Ábrahám és Sára, ugye Ábrahámtól származik Izsáktól, Jákob Ézsau, és így tovább, és így születik meg Izrael, Isten népe, elhívott embere, minden népek atya volt Ábrahám. És az ő történetében Mózes első könyve 13. versében használja maga Ábrahám ezt a szót először a Bibliában, amikor azt mondja, hogy ilyen kegyességet cselekedjél velem. Ezt mondja a feleségének. Kér valamit a feleségétől, és azt mondja neki, mint jó férj, kérlek, tedd meg nekem, tedd meg velem ezt a kegyességet. Vajon mit kérhet Ábrahám Sárától, mit gondoltok? Mi lehet egy olyan, amit a feleség kegyességből megtesz a férjének? Vajon az a kegyesség, amikor a feleségem kimossa a ruhámat, mert övé a mosás? Vajon az a kegyesség, amikor a feleség megfőzi az ebédet és leteszi a férje elé? Vajon ez lenne a kegyesség? Vagy az a kegyesség, amikor gondoskodik a családról és elvégzi a feleségi kötelezettségeit? Ebben a történetben nem ezt találjuk. A történet ugyanis Egyiptomban játszódik, és Egyiptomba jutott Sára és Ábrahám, és a történet szerint egy borzasztó dolog történt. És hát nem volt olyan borzasztó, mert Ábrahámnak egész eddig ez egy nagy örömet és egy nagy jó, nagyon jó dolgot jelentett, ugyanis Sára csodálatosan szép volt. De amikor Egyiptomba jutottak, akkor megértette Ábrahám, hogy Sára szépsége miatt bajba kerülhet. Mert az egyiptomi férfiak szerették a szép nőket. És arra kérte Sárát, hogy ő ne jusson bajba, hogy kérlek, mondd azt, hogy te az én testvérem vagy, ugye mondd ezt az egyiptomiaknak. És ez volt az, amiről itt Ábrahám azt mondja, hogy tedd meg velem ezt a kegyességet. És gondoljátok végig magát ezt a történetet. Mennyire volt kellemes ezt egy feleségnek végig csinálnia? Feleségek, asszonyok, ti hogy állnátok ehhez a kérdéshez hozzá?
Örülnétek annak, hogy azt mondja a párotok, hogy légy szíves, tagadd le, hogy a feleségem vagy, mondd azt inkább, hogy a húgom. Ez egy olyan jó dolog, egy jó érzés, hogy azt mondjuk, hogy hú, milyen büszke vagyok most már a férjemre. Vagy gondoljuk tovább a történetet. Amikor jönnek az egyiptomiak, Sára megtetszik a fáraónak, és mit tesz vele? Magához veszi. Elviszi a háremébe. Akkor most gondoljatok bele Sára esetébe. Sára elmegy a fáraóval, a férje kérése miatt. Elfogadja egy másik férfi közeledését. Ez nem megalázó, nem kiszolgáltatott helyzet? Miért teszi ezt Sára? Mert szereti a férjét, igaz? Mert meg akarja menteni az életét. Persze én nem felmenteni szeretném ebben a történetben Sárát sem, meg Ábrahámot sem. Mi volt az, amit leginkább elfelejtettek ők? Nem csak ebben a történetben, szinte mindig. Azt gondolták minden egyes helyzetben, bármikor, amikor próba elé állította őket az Isten, hogy ezt a próbát nekik kell megoldani, igaz? Nem Istenhez fordultak szabadulásért, nem Istenhez fordultak segítségért, nem gondolták azt, hogy Isten segíthet rajtuk, mindig úgy gondolták, hogy majd ők megoldják. Igaz, így született meg Izmael, mert azt gondolták, hogy már túl öregek vagyunk ahhoz, hogy gyermekünk szülessen, igaz, én meddő vagyok, gondolta Sára, és ezért besegítettek, és így jött a képbe Hágár, Sára szolgáló lánya, tehát mindig is így gondolkodtak ők. Itt is erről van szó. Nem Istenhez fordulnak, és kérik Istent, hogy Uram, segíts meg bennünket ebben a helyzetben, és védj meg bennünket, mint házaspárt, mint családot. Nem azt gondolják, ó, de nincs semmi probléma, majd letagadjuk, hogy a feleségem vagy. Ki az, aki kegyességet gyakorol ebben a történetben? Sára. Mit jelent kegyességet gyakorolni? Azt jelenti, hogy azért, mert szeretem a másikat, azért én vállalom a szégyent, vállalom a megaláztatást, vállalom még ezt a nehéz szituációt is, igaz? Ő érette. Áldozatot hozok. A másik történet szintén ennek a családnak a történet sorozatából származik. Így jutunk el Ézsauhoz és Jákobhoz, aki Ábrahámnak az unokái voltak. Ugye Izsáknak a fiai. És ebben a történetben is nagyon érdekes dolgot látunk. Mózes első könyve 33. fejezet 10. versében azt mondja az egyik fiú a másiknak, hogy te nagy kegyességet cselekedtél velem, mert nagy kegyesen fogadtál engem. Ugye sejtitek talán, hogy ki mondja kinek. Nem Jákob mondja Ézsaunak, hanem Ézsau mondja Jákobnak. Azért érdekes ez a történet, mert általában ezekben a történetekben, hiszen ő a főszereplő, is Jákobnak szurkolunk. Jákob az, akivel azonosulni tudunk, ő az, akit Isten az anyja méhétől kezdve elválaszt. Ugye Ézsaut gyűlölte Isten, Jákobot szerette, Jákob volt a kiválasztott. És milyen volt Jákob? Hát egy nagy csaló, igaz? Sokszor elgondolkodtam ezen, hogy hogyan cselekedett Ézsau azzal kegyességet, hogy kegyesen fogadta Jákobot, nem állt bosszút, amikor visszatért Lábántól. Hogy miért volt ez olyan kegyes cselekedet? Mert valahogy egy kicsit mi, akik a Bibliát olvassuk néha felületesen, azt gondoljuk, hogy hát ez nem is volt olyan nagy gond. Hát teljesen természetes, Ézsau nem érdemelte meg az első szülöttséget. Ez igaz. De az én kérdésem az, hogy ha valaki helytelenül cselekszik, eljátsza a becsületét és a tisztességét, feljogosít-e ez téged arra, hogy elvedd tőle azt, ami az övé? Vegyünk egy mai példát. Együtt dolgoztok egy munkahelyen. És van egy főnök, és annak van egy helyettese, és vagy te. És a főnöknek a helyettese csinál valami őrületes, nagy, bődült hibát. Nagy rosszat. Akkor alkalmasnak látod az időt, hogy kihúz magad, és azt mondod, hogy na, oda megyek a főnökhöz, és megmondom neki, hogy
hát látod, erről beszéltem, itt az idő, hogy őt levásd és engem tégy a helyébe, mert én jobb vagyok nála, ezt te is tudod. Az, hogy a másik hibázik, hogy a másik helytelen dolgot tesz, az feljogosít engem arra, hogy elvegyem azt, ami az övé. Nem. Az, hogy Jákob csalással elvette Ézsau első szülöttségét, az nem erénye Jákobnak, hanem egy óriási nagy hibája. Mert ahogy ma a világban az ilyen embert gerinctelennek és becstelennek mondjuk, ki kell mondanunk, hogy ebben a történetben Jákob gerinctelen volt és becstelen. Az volt. És amikor Ézsauhoz ő visszatér, és Ézsau hogyan fogadja őt? Szeretettel, igaz? Édesapjuk, édesanyjuk nem él, mit mond neki Ézsau, mit mond Jákobnak? Azt mondja, hogy gyere, telepedj le ott, ahol én élek. Ha már édesapánk, édesanyánk nem él, legalább mi, fiúk még tartsunk össze, éljünk egymás mellett békességben. Ez van benne ebben a történetben. Hogy fogadja Ézsau Jákobot? Szeretettel, kegyesen. Úgy, ahogy Jákob nem érdemli meg. Igaz? Akkor kezdjük érteni, hogy mit jelent az, hogy a Bibliában Pál apostol azt mondja, hogy a szeretet kegyes. Mit jelent az, hogy a szeretet jóságos? Azt jelenti, hogy úgy bánok valakivel, ahogy az nem érdemli meg. Sára így bánt Ábrahámmal, a férjével, mert szerette a férjét. Ézsau így járt Jákobbal, a testvérével, mert valahol ott belül szerette a testvérét, és gondolom Isten is hatással volt rá ezen az éjszakán. De a következő történet, ami már messzebbre visz bennünket a történelemben, még komolyabb tanúsággal rendelkezik. Királyok könyve második könyv 25. fejezetében, a 28. versben egy babiloni királyról olvasunk. Na hát egy babiloni királynak semmilyen vér szerinti kötődése nincs Izrael népével, igaz? Nem házasodtak össze, nem voltak közös gyerekeik és közös utódaik, legalábbis nem tudunk erről, majd csak jóval később, nem a fogság idején, hanem jóval később Eszter királynéről tudjuk azt, hogy majd Eszter királyné lesz, de azok sem babiloniak már, hiszen Eszter idejében Ahasvírus király már a perzsáknak a királya, nem a babiloniaknak, azok meg már egy másik birodalom. Tehát babiloni király soha nem került rokonságba semmilyen izraeli királlyal. De itt a 25. fejezet 28. versében Evil Merodak, aki Babilon királya, kegyesen és jóságosan cselekszik Jójákimmal, Júda királyával, megkülönbözteti őt a többi fogoly királytól, és feljebb emeli az ő székét a többiekénél. Miért? Mi lehetett ennek az egyetlen egy oka? Vajon azért, mert a király úgy szerette Jójákim királyt, mint ahogy Sára szerette Ábrahámot, vagy mint ahogy Ézsau szerette Jákobot? Nem, semmi közük nem volt egymáshoz. De volt valami, amit a babiloni király, minden egyes babiloni király nagyon komolyan megtanult, Dániel fogságba vitelétől kezdve. Az, hogy habár ez a nép itt van, és én legyőztem őket, és ők az én fogjaim, mégis az ő istenük, az különb Isten, mint az enyém. Ezt megtanult a Nabukodonozor, megtanult a Belsezár, és lehetne mondani, hogy meg kellett tanulni nagyon keményen minden babiloni királynak. Igaz? Ők nem így gondolkodtak, ők azt gondolták, hogy ha legyőzünk egy népet, akkor ha mi győzünk, a mi Istenünk győz annak a népnek az Istene fölött. De a Biblia Istene kijelenti, hogy nincsen más Isten rajtam kívül. Akkor a kérdésre a válasz mi lehet? Miért különbözteti meg tisztelettel és szeretettel Jójákimot a babiloni király? Azért, mert jobb volt bármelyiknél? Azért, mert megérdemelte? Azért, mert szerette őt? Nem.
Nem volt különb jó Jákim egyiknél se. Olvassátok el a Bibliát. Nem volt ő jó király. Nem is volt becsületesebb, mint más. Se tisztességesebb, se istenfélőbb. Egyetlen egy oka van, hogy megkülönbözteti őt, hogy kegyességet gyakorol vele a király. És ez az egy ok, hogy ő volt az Isten népének a királya. Vagyis Isten miatt teszi ezt. Nagyon sokszor, amikor mi kegyességet gyakorlunk valakivel, azért tesszük ezt, mert kötődünk hozzá, mert ragaszkodunk hozzá. Sára kötődött, ragaszkodott Ábrahámhoz, mert a férje volt. Tudta, hogy becstelenséget kívánt tőle, tudta, hogy megalázó helyzetbe kerül, de megtette, mert szerette őt, mert a férje volt. Ézsau szerette az öcsét, annak ellenére, hogy az becsapta őt, hogy elvette az elsőszülöttségi jogát, de még ő benne, a hitetlen Ézsauban is volt annyi becsület, hogy azt mondta, hogy ő a testvérem, ezért kegyes leszek vele. Mi emberek azért teszünk kegyességet, mert kötődünk valakihez. De ez a babiloni király azért cselekedett kegyességet, mert Istenre nézett. Lehet, hogy azért, mert félt Istentől. De lehet, hogy te is, aki most itt ülsz, azon gondolkodsz, hogy miért legyek én kegyes, miért legyek én jó azokhoz az emberekhez, akikhez semmi közöm nincs. Miért segítsek én olyanon, miért emeljen fiál, miért törődjek vele, miért adjak én bármit is olyannak, aki nem is érdemli meg. Ebben a történetben itt van a válasz. Azért, mert a kegyesség és a jóságosság az az Istentől van. Az Istenre való tekintettel tudjuk ezt. Mert mi velünk is ugyanígy cselekedett Isten. Ott volt 10 leprás Jézus történetében. 10-ből hány ment vissza megköszönni, hogy megtisztította őt? 1. Jézusnak nem egyszerű lett volna, aki minden tudott és az Isten fia volt, abból a 10-ből kiválasztani azt az egyet, aki majd visszamegy megköszönni? Nem? Nem lett volna egyszerű ezt megtenni? Akkor miért gyógyította meg a másik 9-et? Mert Jézus kegyesebb volt nálunk. Mert ő jóságosabb volt nálunk. És Isten erre hív bennünket, hogy mi legyünk kegyesek, és mi legyünk jóságosak. És tudjátok, az ő példája int engem a mai napig is. Hát oda mennek hozzá, és azt mondják, hogy jó mester. És mit válaszol erre Jézus, aki mindannyiunknál jobb és kegyesebb volt? Miért mondasz engem jónak? Nincsen jó, egyedül csak az Isten. Hát az Istenre való tekintettel kér bennünket Pál apostol arra, hogy mi legyünk jóságosak, legyünk kegyesek mindenkihez. Ne azért legyünk jók az emberekhez, mert az emberek jók hozzánk. Ne azért legyünk jóságosak és kegyesek, mert kötődünk hozzájuk. Egyszerűen azért, mert az Isten szeretett minket, pedig mi sem érdemeltük meg. Cselekedjünk mi ezért. És tudjátok, az az igazság, hogy ezek a dolgok működnek leginkább, és ezek változtatják meg az emberek gondolkodását. Van egy utolsó történetem egy idős néniről. Ez az idős néni elveszítette a férjét 5 éve már, hogy özvegységben élt, és egy szörnyű dolog történt vele. 2 évvel az esemény kezdete előtt meghalt a gyermeke is. Autóbalesetben elveszítette őt. Így teljesen egyedül maradt magára. És tudjátok, kisnyugdíjas volt, és elveszítette a pénzét a boltban, vagy a bolt mellett, nem találta meg. Fiatal ember arra járt, és ilyen reszketek kézírással oda a bolt környékére ragasztva alá talált egy papírt, amire az volt írva, elvesztettem 2000 forintomat, hogyha valaki megtalálja, hozza el ide. Az ember, fiatal ember gondolta, hogy ezt egy idős ember írhatta. Nem találta meg a pénzt, de volt nála 2000 forint. Fölvitte a lakásra. És amikor becsöngetett, és a néninek odaadta a 2000 forintot, a néni elsírta magát. Azt mondta neki, jaj, kedveském,
Maga a 15., aki megtalálta. És tudjátok, van még tovább, mert a történet úgy folytatódik, hogy amikor a fiatalember elbúcsúzik, azt mondja ez a néni. De kedveskén, vegye már le azt a papírt, mert még azt se én írtam ki. Nagy dolog az, amikor kegyesek vagyunk, amikor jóságosak vagyunk. De az igazi kegyesség és az igazi jóság, a szeretetnek ezen formái nem akkor mutatkoznak meg csupán, amikor érdekből teszünk valamit, mert kötődünk valakihez. Ez akkor jelenik meg leginkább, és akkor végez el nagy csodát csak, ha úgy tesszük, mint ahogy Isten. Mindenféle érdek nélkül. Nem azért, mert a másik megérdemli, hanem egyszerűen csak Istentől, szeretetből. Amen.